Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Lehel Kata vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Wosinskira emlékeztek a Múzeumi Világnapon. 24 órás filmkészítő verseny a Földért. Jubileumi foltvarró kiállítás nyílt a Babicsban. Új bemutatóval készül a Szekszárdi Német Színház. A Múzeumi Világnap minden esztendőben felhívja a figyelmet a közgyűjtemények fontosságára. Az ünnepnapon Szekszárdon megkoszorúzták a névadó Wosinski Mór szobrát, és átadták a múzeum alapítójáról elnevezett emlékérmeket is. A múzeumok nemzetközi tanácsának 1997. májusában Moszkvában megtartott 11. kongresszusán határozták el a Múzeumi Világnap megünneplését. Azóta már több száz ország közel 30 ezer intézménye vesz részt minden évben az eseményen. A hivatalos megfogalmazás szerint az ünnep célja, hogy az éveme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé. A Múzeumi Világnap az valóban az adott helyi múzeumokra próbál, illetve azoknak a közösségekhez, kötődéséhez valamiféle pluszt adni, úgyhogy ez az alkalom 1977 óta, hogy a világ több mint 100 országában a múzeumok ilyenkor ünneplik a múzeumi eszmének a gondolatát, tehát a múzeumi eszmének a fontosságát. Az elmúlt 10 évben azért azt lehet mondani, hogy volt egy erőteljes átrendeződés, mind országosan, mind kisebb múzeumok tekintetében. Itt elsősorban a törvényi változásokat követően azért a településekhez sokkal jobban kezdtek kötődni ezek az intézmények, tehát ez a Szekszárdi megyei múzeum vonatkozásában is ez így teljesen tetten érhető, mert hát hiszen alapítása óta Szekszárdi volt az intézmény, de 2013. január 1-e óta a fenntartónk is Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és ez egyfajta plusz lényegében információt, illetve löketet adott ahhoz, hogy a szekszárdi vonatkozású gyökereit a múzeum még jobban ki tudja emelni, meg tudja mutatni. És ezt számos kiállításban meg tudtuk mutatni, és több kiadvány is készült ebbe a témába. A kor kihívásait követve az egész múzeumi világ megváltozott, mondta Ódor János Gábor. Az a fajta múzeumi látogatói magatartás, amely arról szól, hogy bejön valaki, körbejárja a tárlókat, majd távozik, már a múlté. Messzebbről nézve az elefántcsontoronyban ülő tudósok képe az most már azt gondolom, mind helyben, mind országosan a múlté, és sokkal inkább egy élő közösséget kell, hogy alkosson az adott településekkel, vagy az adott tájegységekkel. A világ változik, tehát ezzel emellett nem lehet elmenni, tehát a múzeumi szakma sem megy el emellett a változások mellett, tehát sokkal több és más módon kell viszonyulni a látogatói réteghez, illetve azoknak a igényeihez, annak a kiszolgálásának. Tehát régebben azért sokkal több időt töltöttek a múzeumban az emberek, jobban néztek egy-egy kiállítást. Manapság és főleg a Covid időszak mutatta meg, hogy mekkora jelentősége van az internetes jelenlétnek is, és ez is egyfajta tanulság is volt, amit már nagyon sokan levontak az elmúlt mondjuk így egy-két évben, hogy ezt a jelenlétet, amellett, hogy nagyon fontosak a ténylegesen megvalósuló programok, emellett ezt az internetes megjelenést, ezt fenn kell tartani, és meg kell erősíteni. A Múzeumi Világnap Szekszárd esetében a névadóról, Wosinski Mórról való megemlékezést is jelenti. Tulajdonképpen a múzeumnak a születésnapján a Wosinski Mórra, illetve az ő munkásságára emlékezünk, és hát igen, egyrészt mindig van még mit kutatni, illetve felhozni, felmutatni, másrészt meg azt gondoljuk, talán mondhatom, hogy többes számba is, hogy Wosinski élete azért egy fantasztikus példa, hogy akarattal, kitartással, tudományos alapossággal milyen messze el lehet jutni. Az idei ünnepség alkalmat adott arra, hogy az érdeklődők Vizi Márta muzeológus előadásában képet kapjanak a múzeumpalota építésének történetéről, no és arra is, hogy az arra érdemesek átvegyék az intézmény névadójáról elnevezett díjakat. A múzeumi emlékdíjat idén Kacián János helytörténész vehette át. Néhány tárgyal sikerült segíteni a múzeum gyűjteményét, és talán ez lehetett az indíték arra, hogy szóba kerültem. Elég nagy könyvtáram van, abból tavaly hoztunk be 120 kötetet, mint Tolna megye helytörténeti vonatkozású kötete. Aztán különböző tárgyakat, amelyeket itt-ott amúgy sikerült gyűjteni, és
Az én koromban már nagyon fontos, hogy valami biztonságos helyet tudjak ezeknek, és arra gondoltam, hogy ennek a legjobb helye itt lesz a múzeumban. A honismereti mozgalomban való részvétel szerintem elsősorban otthon ismeret. A szűkebb lakóhely gyerekkortól kezdve, ami köti számtalan emlék, ahol felnő az ember, és ahol tudja, hogy melyik épület miről nevezetes, melyik utcasarkon, hogyha befordul balra vagy jobbra, akkor a városnak egy milyen szeletével, képével fog találkozni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Idővel aztán persze kitágul a kép, a kisebb haza mindig nagyobb lesz, de azért a gyökerek itt vannak a lakóhelyen. Posinski díjban részesült a múzeum két munkatársa is. Ez egy kiemelkedő díj. Nekem igazából nagyon fontos, mert ez a díj jelképezi azt, hogy amit végzünk munkát, az mind a tudomány számára, és mind a közösség számára is jelentős. Igazából ezt a díjat azt hiszem azért kaptam, mert terepi munkát nagyon sokszor végeztem munkaidőn kívül, tehát hétvégéket is feláldozva. Szombat-vasárnapokat, tehát a közösségi régészeti programon belül civil segítőkkel együtt jártunk terepeket, új lelőhelyeket, illetve korszakokat derítve fel, és ezzel is ugye bővült a régészeti adatoknak az ismerete. Az idei Vosinski díj másik tulajdonosa Lubányi Anita múzeumpedagógus lett. Én nagyon remélem, hogy hozzá tudunk adni, ugye az informális tudáson kívül egy kicsit másabb szemszögből tudjuk megvilágítani a dolgokat. Vannak olyan óráink, amik egész komplexnek tekinthetők, amiben van egy kis mese előadás is, van hozzá játék, van hozzá kézműves foglalkozás, ismeretátadás és élmény egyben. Most hárman dolgozunk fő állásban múzeumpedagógusként, illetve van egy kollégánk, aki a Német Múzeumi órákat tartja, tehát hogy elindult egy jófajta összefogás, és van, hogy együtt dolgozunk egy-egy foglalkozáson, ami által sokkal tényleg komplexebb lehet egy múzeumi óra. A Múzeumi Világnap alkalmával az intézményhez kötődő társadalmi szervezetek helyezték el koszorúikat a névadó Vosinski Mór szobránál. Több mint 100 kisfilm érkezett a világ minden tájáról a Shoot for Earth, Forgass a Földért elnevezésű 24 órás filmkészítő versenyre. A szervezők a film tudatformáló eszközeivel hívják fel a figyelmet a fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére a mindennapi életvitel során. A résztvevőknek pontosan egy napjuk volt, hogy kigondolják, leforgassák, megvágják és elkészítsék saját egyperces kisfilmjüket a zsűri kritériumai szerint. Az idei három elem a napfény, a szemét és fél pohár víz volt, melyből legalább egyet kötelezően be kellett építeni a munkába. Hallom a sikítást. Vége a földnek, a szélnek, a napnak, az állatoknak, a fáknak, a vizeknek. Haldoklom! Ez az alkotást nyerte a Shoot for Earth, Forgass a Földért elnevezésű 24 órás filmkészítő versenyt, melyre élő szereplős rövid filmmel, animációval vagy videoklippel lehetett nevezni. A szervezők ezúttal sem szabták meg a technikai paramétereket, így telefonnal, fényképezőgéppel vagy videokamerával is elkészítették alkotásaikat a résztvevők. Professzor Karl Bárdos, a verseny művészeti igazgatója elmondta, az emberek felelősséggel tartoznak a környezetért. Az esemény rendkívül fontos véleményem szerint, hiszen játékosan, de arra vezeti a résztvevőket, rajtuk keresztül a nézőket, hogy a környezettudatos gondolkodás milyen fontos. Életünk minden pillanatában gyakorlatilag bármit, amit csinálunk, valamilyen formában befolyásolja a környezetet. Valamint a környezet befolyásol minket. Tulajdonképpen az ember a mesterséges környezet létrehozója. Ez a különbség az állatok és mi közöttünk. Fontoljuk meg, mit csinálunk a környezetben. A legapróbb dolgok.
Például tegyük föl, hogy amikor reggel fogat mosunk és borotválkozunk, akkor csak folyik a víz a csapból. Kell annak egyfolytában folynia? Nem lehetne megállítani, aztán megint bekapcsolni? Ez csak egy példa. Innentől kezdve a cigarettán keresztül életünk minden mozzanata ezzel a mesterséges környezettel függ össze, amit mi teremtünk, és ezért mi felelősek vagyunk, és erről szól ez a játék. Lawrence David Földes, az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép és Tudományos Akadémiájának a tagja úgy nyilatkozott: sokkal nehezebb egy perc alatt bemutatni egy egész történetet, mint egy több órás filmben, mert a rendelkezésre álló rövid idő ellenére is keretbe kell foglalni azt, ami nagy kihívást jelent. Egy perces film alatt ez nem egy egyszerű dolog csinálni egy percest. Szóval aki tud egy jót egy percest csinálni, akkor az már tud csinálni nagyobbat. Szóval többet tanul ebből csinálni így egy perces filmet. Először azt ad, hogy gyorsan meg kell csinálni. Szóval gyorsan meg kell fogalmazni, megírni, lejátszani, fölvenni, megvágni, zenét tenni rá, ez mind 24 óra alatt meg kell csinálják. Szóval, ha ezt már meg tudják csinálni, akkor már a nagy filmben is tudják, hogy milyen gyorsan kell dolgozni. A magyar film a Gaia, az minden részben remek volt. Szóval a fényképezés, a vágás, a sztória, és mégis a színészek is, akik benne voltak, érezte az ember, hogy ezt a sztorit. A másik nekem, ez a második film, amit nyert, a Nasty Coffee, az volt a neve, az is egy perc alatt mennyit tudtak mutatni ezen. Ez a kettő nekem nagyon éreztem. Kindl Gábor, a verseny alapítója és versenyigazgatója elmesélte, a világ minden tájáról érkeztek alkotások. A 24 óra alatt több mint 100 kis filmpályázatot juttattak el hozzájuk. Voltak meglepetések egyébként, mert akik nyertek, középiskolások, gödöllői középiskolások nyerték meg a magyar játékot. A főszereplő kislány éppen 8. osztályos, és én ennek nagyon örülök, ez azt jelenti, hogy ugye maga a játék eléri a célját, amit akarunk ezzel, hogy azt a fajta környezettudatos gondolkodást segítsük a magunk módján, amit gyerekkorba kell elkezdeni, mert akkor beég az embernek, azok minden beég, aminek be kell égnie, és azok jó dolgok. Egy kategória van, nincs nevezési díj, tök mindegy, hol élsz a világon, teljesen mindegy, hogy milyen technikai eszközzel, amivel lehet filmet készíteni, mivel dolgozol. Egy perces filmet kell csinálni, amiben elmondod a saját gondolataidat, meg mind szeretnél változtatni, és hív fel a figyelmet arra, a másoknak a figyelmét arra, hogy ők is legyenek partnerek. Azt tanácsolja a fiataloknak, hogyha már telefon van a kezükben, kezdjenek el filmezni, örökítsék meg a pillanataikat. Visszanézve azokat, rengeteget tanulhatnak belőle, ami a fejlődésüket segíti. Soha nem készült ennyi film a világon, mint most. Meg 100 percet töltünk naponta rövid filmek nézegetésével. Tehát akkor egy ilyen játék, egy 21. századi játék, amiben film van benne, internet van benne, és még alkotsz egy jó cél érdekében, mi kell még? Nekem nagyon tetszik a magyar győztes film, de felsorolhatnék többet, tehát dramaturgiát olyan szinten össze van ezek a hangokkal, meg effektekkel rakva, ami csak álmodozik az ember. Idén is számos remek alkotással pályáztak a filmkészítő versenyen résztvevők. A hagyományokhoz híven a jövő évi kritériumok is csak a kezdés előtt pár órával kerülnek majd napvilágra. Húsz éves jubileumukat ünnepelték a Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület tagjai, aminek egyik eseménye a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében nyílt kiállítás megnyitója volt. A szervezet tagjai nem csak különleges, egyedi dolgokat készítenek, hanem rendszeresen állnak be másokat segítő, karitatív kezdeményezések mögé is. Két év kihagyás után újra kiállítást szerveztek elkészült munkáikból a Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület tagjai.
A tárlat címe 20+, hiszen jubileumi évfordulójukat 2 évvel ezelőtt a koronavírus járvány miatt nem tudták megtartani. Jelenleg 20 fő a létszám, mind a 20 fő kiállít a mai napon. Hát a tematika az, hogy mindenki hozott egy régebbi munkát és egy új munkát. Ezen felül kiállítottuk az eddig elkészült összes csoportmunkánkat, kiállítottuk azokat az egyéni díjnyertes munkákat, amik itt a 22 év alatt születtek, aztán 2 csoportmunkánkat is kiállítottunk, ami díjnyertes, az egyik a mi kadarkánk, a másik az izzás, és készült a 20 éves évfordulónkra minikvilt, ebből van egy külön tablónk, amin ezek láthatók. Hát a Covid alatt nem találkoztunk több mint egy évig, próbáltunk online, az nem igazán sikerült. Ami viszont végigkísérte az egész Covidot az az, hogy a szívpárnákat vartuk a melműtött nőknek. Ez volt az egyetlen fix tevékenységünk, amit nem hagytunk abba, és erre büszkék vagyunk, hogy folyamatosan ez a karitatív tevékenység, ez a miénk. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója az Egyesület életéről és tevékenységeiről beszélt köszöntőjében. Intézményünknek egy jeles és nagyon tevékeny civil egyesületét köszönhetjük ma, mégpedig azt a Foltvaró Egyesületet, amely kereken 2000-ben alakult meg, Molnár Jánosné Marika által vezetett Mozaik Foltvaró szakkörből. Az egyesület tevékenysége nagyon sokrétű, a hagyományos foltvarrás mintáinak megtartása, népszerűsítése, azok megújítása, a modern kilt irányzatainak megismerése és tanítása, a gyári, igénytelen tömegtermelés helyett az egyedi, míves, kézműves termékek készítése és az ezek iránti igény felkeltése szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Kiemelte, a szervezet által végzett karitatív munka is meghatározó. Mert lehetőségeihez mérten a kezdetektől fogva támogatja a rászoruló szervezeteket és magánszemélyeket. A mintegy 30 tagot számláló egyesület rendszeresen készít különböző használati tárgyakat, többek között tornazsákokat vagy tolltartókat a Babits Mihály Kulturális Központban minden tavasszal megrendezett versmondó verseny résztvevőinek. A szokásos adventi kiállításuk tombola nyereményeit is a tagok készítik el, a bevételből pedig többek között a Baka István Alapítványt, az Esőmalók Tolna megyei autista gyermekekért közhasznú egyesületet is támogatták. Emellett gyermekotthonokat, de rászoruló magánszemélyeket is igyekeznek segíteni, melynek során több beteg gyógykezeléséhez járultak már hozzá. Rendszeresen tartanak kézműves foglalkozásokat a húsvéthoz, gyermeknaphoz, karácsonyhoz kötődően, valamint idős otthonokban, illetve roma hölgyek részére is szerveztek már foltvarró tanfolyamot, vagy éppen a megyei kórház pszichiátriai osztályán nővérek és orvosok részére, akik a megszerzett tudást a megelőző és rehabilitációs munkájuk során hasznosítják. Ennek eredményeként az osztály korábban kissé sivár falait foltmunkáikkal tették színesebbé, az orvosok és a nővérek az ápoltak részére is továbbadták tudásukat, az általuk készített alkotásokból pedig 4 évszak címmel egy vándorkiállítás született. Az egyesület áldozatos és karitatív munkája elismeréseként elnyerte a Szomjú György díjat, és intézményünk nevében nagy örömmel mondhatjuk el, hogy immáron több mint 20 éve a Babitsban tartják foglalkozásaikat, rendezvényeiket, és egy igazi otthonra lehettek intézményünk falai között. Ugye nem csak szekszárdi tagjaink vannak, van nagymányoki tagunk, van bonyhádi tagunk, van tolnai tagunk, tehát több nem szekszárdi is jár hozzánk. Mi nagyon szeretnénk, ha csatlakoznának, mert kicsit öregszik a csoportunk. Hát tulajdonképpen már nem is illik, de én már 20 éve be vagyok betonozva ebbe az elnöki székbe. Nagyon szívesen átadnám egy fiatalabbnak, de nem tudom kinevelni az utódomat. Inkább nyugdíj környékén járunk, vagy jóval utána. Rendszeresen próbálkozunk azáltal, hogy foltvaró tanfolyamokat indítunk, most fejeztünk be egyébként egy kurzust, és mindig reménykedünk, hogy azok, akik tanulnak nálunk, majd csatlakoznak. Hát most a 12 hallgatóból 3-at sikerült
bevonzanunk a csoportunkba. És hogy milyen jó a foltvarrásban? Két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik a kézműves tevékenység, az, hogy a gyári tömegtermelés, ipari tömegtermelés helyett mi igényes, kézműves dolgokat varrunk, alkotunk, amikkel egyrészt megajándékozzuk a szeretteinket, másrészt a lakásunkat dekoráljuk, használati tárgyakat készítünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy alkotunk, hogy látjuk a munkán kézzelfogható eredményét, és a másik pedig az emberi kapcsolatok, amik nagyon fontosak. Hát a karitatív dolgokról nem is beszélve, ami szintén nagyon fontos, tulajdonképpen a foltvarást mindig kísérte ez a tevékenység. Hogyha nem szeretnénk, akkor nem csinálnánk, hogy nagyon szeretjük. Egy színház dolga a szórakoztatáson kívül, hogy tükröt tartson időszerű társadalmi problémáknak is. A kettő ötvözete történt most a Magyarországi Német Színházban Szekszárdon, hiszen új darabjuk a Nem fizetünk egy olyan komédia, mely az árak emelkedéséről és fizetésképtelenség okozta nehézségekről szól. Grüß dich, Margarita! Wie geht es dir? Margarita? Egy feszültségekkel teli vígjáték a Szekszárdi Német Színház új bemutatója, Nem fizetünk. Locz Katalin igazgató azt mondja, ez a darab adta magát, hiszen olyan társadalmi feszültségeket boncolgat, mint az elszegényedés és ennek megélése. Címe is az, hogy nem fizetünk, mert arról szól, hogy erős árdrágulás van, és ezért már nem lehetnek fizetni az ételeket sem. A darab maga Olaszországban játszódik, a 70-es években, és annyiban tényleg párhuzamot lehet vonni a mai helyzettel, hogy érezhető egy elég erős drágulás. Persze a háttérokok nem ugyanazok, de azt szerettük volna elérni, vagy szeretnénk elérni, hogy erről a jelenségről, hogy drágulás van, és hogy egy nagyon erősen érezhető drágulás, mégis tudjunk nevetni. A millió, azaz a munkás, az egyszerű embernek a közege. A sok komoly darabunk mellett, bár egy olyan üzenettel, ami szerintem mindenkit érdekel, vagy mindenkit érint, tudjunk eltölteni felhőtlen két órát. Ja, und der Papst sagt, es ist eine Todsünde, die Pille zu nehmen, und wenn der Papst das sagt... Also, bist du doch ganz dicht? Du redest wie ein Irrsinniger. Eine Pille, die nicht wirkt, weil sie sie gar nicht nimmt. Der Papst! A darab története az, hogy amikor Antonia hazaér, el kell rejtenie a lopott holmikat férje, a szabálykövető Giovanni elől. És még a rendőrség elől is, akik nagy erőkkel nyomoznak a lopott cuccok után. A helyzet számos komikus szituációt szül. A rendező Kilian Klappen számára nem ismeretlen a Szekszárdi Színház. Eddig 3 darabban lépett színpadra, de rendezőként is ez a második előadás, mely a kezenyomát viseli. Azt gondolom, egy aktuális témához sikerült nyúlnunk, mert hogy egész Európában nem csak Magyarországon probléma a drágulás, a napi szükségletek árának emelkedése. Ez a darab egy csodálatos komédia, amely bátorságot is adhat az embereknek arra, hogy harcoljanak az érdekeikért. Ha baj van, nem magát a szituációt nevetjük ki, hanem az a vicces, ahogy a szereplők elkezdenek tenni a probléma ellen, és ezáltal folyamatosan komikus helyzeteket idéznek elő. Van egy feszültség az élet és az egymás gerjesztő komikus megoldások között, ez adja a darab feszültségét. Paula Donner a darab női főszereplője, állandó tagja a társulatnak. Azt mondja, számára idegen a helyzet, hiszen soha nem kellett megélnie, hogy szükségből olyat hazudjon, ami lavinát indított el maga körül. Nyilván gyerekként volt olyan, hogy füllentettem, de ez a helyzet idegen a számomra, mint ahogy az is, hogy boltból lopnom kellett volna, szemben a mostani karakteremmel. Ez nyilván szórakoztató, hiszen megélhetek olyan helyzeteket, amit az életben soha nem tennék. Persze az, hogy a szükség visz rá, hogy kirámoljak egy szupermarketet, nem boldogító, de ez vígjáték, és ez oldja a helyzet nehézségét. Szóval élvezetes.
és soha nem ítéltem el azokat az embereket, akik szükségből loptak, így aztán nem befolyásolja a darab a szemléletemet ebben a kérdésben. A nem fizetünket a Színházi június 28-án és 29-én tűzi műsorra újra Szekszárdon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!